A kórházakon kívül bekövetkezett halálesetekkel együtt már több mint 26 ezer halálos áldozata van az új koronavírus járványnak az Egyesült Királyságban. Az eddig közölt brit adatok csak a kórházakban elhunytak számát mutatták. Ezzel Európában Olaszország után a második legtöbb áldozatot Nagy-Britanniában követelte a COVID-19 okozta betegség. Dominik Ráp külügyminiszter napi tájékoztatóján kiemelte, ez nem jelenti a halálesetek számának hirtelen megugrását, hanem egy március második óta eltelt időszak adatsorának visszamenőleges korrigálását. A brit külügyminiszter úgy fogalmazott, most a járvány második szakaszának összes lehetséges forgatókönyvét modellezzük, és már pislákul a fény az alagút végén. Akár a közegészségügyben, a frontvonalban fáradhatatlanul dolgozik valaki, akár kisgyermekes szülőként otthon van, Türelmesnek és óvatosnak kell lennünk. Amikor átjutunk a járványgörbe csúcsán a legkockázatosabb szakaszon, akkor május elején érdemes elemezni a járványadatokat és dönteni a továbbiakról. Spanyolországban folyamatosan csökken a napi halálesetek száma, de már több mint 24 ezeren vesztették életüket a fertőzés következtében. De vannak agályok a korlátozó intézkedések enyhítése miatt. Ez a madridi nő szigorú ellenőrzést hiányol. Azt mondja, az emberek többség eddig sem tartotta be egymástól a két méteres távolságot, és ezután sem fogja. Hétfőn szeretnék beülni egy teraszra és meginni egy hideg sört, beszélgetni a barátaimmal és folytatni a normális életem. várja optimistán alazításokat ez a férfi. Franciaországban is 24 ezer fölött jár a halálos áldozatok száma, de egyre kevesebben szorulnak kórházi kezelése. Május 11-től oldják föl fokozatosan a korlátozó intézkedéseket, de ebből a vendéglátó szektor kimarad. Nagyon vártuk, hogy megtudjuk, mikor nyithatnak újra a bárok, éttermek, hiába ez katasztrofális. Közben a vállalkozások harmada csődöt jelentett, mondja a Szálloda Tulajdonosok Szövetségének elnöke. Svájcban az elmúlt tíz napban kevesebb, mint napi 250 új fertőzöttet regisztráltak, és a kórházak intenzívágy kapacitása is bőséges, ezért május 11-től fokozatok nélkül váratlanul mindent újra megnyithatnak. De a tömegrendezvények tilalma marad.